Várjál, itt vagyunk a pálmafa alatt. Ez egy ilyen másfajta pálmafa. És melegünk van továbbra is. Szerintem most elvittük magunkkal az útra, mit szól? Felszállunk vele a buszra? Néznek a városból? Nem várjál, tudom. Legyen le. Köszönöm. Jó? Sokkal jobb. Na de ez egy baj van. Várjál, hogy... megmutatom, ja, szúr. Hogy ez aha. Rohadtul szúrósám. Akkor, aha. Tehát óvatosan kell fogni. Uh-huh. És így, figyelj. Nem szúrt meg. Várjál, hogy lássuk is, hogy mit csinál. Cserélünk? Hát, figyelj, magamat így küldtem. Várjál, nem tudom én magamat megjelzni? Nem. Az úgy már nem. Várjál, választok egy kisebbet. Még válogat, hát, érted? Nem kisebb. Na, de várjál, mert van mit mutatnom. Várok. Kukázik, érted? Eljön Görögországba, az kukázik. De az meg ilyen esőcsináló lesz. Na. Melyik a jobb? Ez már prémium minőség, mert szállított, sokkal jobban bírja. Amúgy nagyon jó, tök jó. VIP. Közben megmutatom, hol vagyunk ki, mert itt is pálmafák vannak. Meg tér, lovasszobor, mindjárt megnézzük azt is. Figyelek. Rohadt jó fogni, tehát úgy értem, hogy ilyen nagyon rugalmas, olyan, mint a gumiból lenne. Na, azért mondom, hogy add ide, én is meglegyezlek egy kicsit. Csak óvatosan, mert rohadtul szúr fogjad. Várjál, mert minden van a kezemben, lerakom. Óvatosan. Óvatosan. És kérek szépen egy frissítő legyezést. Ilyen főszoknya kéne még, nem? Ja. Na, milyen? De jó. Vigyük. Na vigyük, igen, vigyük a városba magunkkal. Örülnének az emberek, ha ilyenne rohangálni. Meleg van. Na viszont, lehűtöttük magunkat, megyünk tovább be a városba, hogy a térképen mutattam. Én meg még élvezem egy olyan 5 percig még itt, amíg legyen. 5 percig a kis tetemet, megyünk, megnézzük a